Köszöntök mindenkit! Ez a fajta a preobrazsénie, magyarul átalakulás. 9 fürtöt hagytam ezen a tőkén. Nem akartam túlterhelni, szép nagy fürtjei vannak. Fürtök védve voltak, csak a felvétel kedvéért levettem a hálókat. Nagy esők voltak, és azért egy-egy repedés előfordul, de nem mondanám azt, hogy a fajtának ez a tulajdonsága. Nem reped, nem pereg, nagyon elenyészően. Szép a lombozata, másodterméseket is hoz. Én ezekből sokat eltávolítottam, mert lisztharmat ellen védeni kellene őket, és én nem szeretek ilyenkor már ezzel vacakolni. Itt is van egy kis sérült bogyó, de tényleg nem sok. Halovány rózsaszín, vannak világosabb és vannak sötétebb bogyói. Nagy fürtjeit kötözni kell, mert könnyen eltörhet. Megmutatom a másik oldalról is. Ez az árnyékosabb oldal, ennek ellenére még majdnem jobban színeződik itt, majdnem rózsaszínebb, mint a déli oldalon. És egy másodtermés, meg ez is. Hát kis repedések előfordulnak. Ennyi belefér. Nyilván gombáknak ellenálló fajta, mert a hónajhajtásokon sem találok betegséget. Összesen 6-szor volt permetezve. Tehát nem mondhatni, hogy gombákra fogékony lenne ellenálló. Nagyszerű a bogyó mérete. 40 mm felett van a bogyó hosszúsága. Súlya pedig 14 dolog, mert könnyen gurul. 14 gram. Ez 10 kerekítve 17. Ez pedig kerekítve 19. Hát én úgy gondolom, hogy egy nagyszerű méret, nagyon meggyőző, nagy bogyók. Maga a bogyó húsa rózsaszínes, ebbe két magot találtam. Finom, édes, savas, úgy mondjuk ugye, hogy semleges ízű, amin azt értjük, hogy nem muskotályos. Simán finom szőlő íze van. Befejezésül mutatok egy másik tőkét. Elfelejtettem mondani, hogy az előző tőke az egy tavalyi oltás, és ez, amit most mutatok, ez pedig már 3 éve megvan. Sokkal-sokkal nagyobb fürtöket hozott tulajdonképpen, tehát az oltás után néhány évnek azért el kell telni ahhoz, hogy ki tudjon a fajta teljesedni, és a rá jellemző minőséget, méreteket tudja produkálni. Hát én azt gondolom, hogy ez a tőke, ez már elérte ezt. Nagyon mutatós, ágas fürtjei vannak, nagy bogyókkal. És akkor itt pedig van egy olyan fürt, amiről nem tudom leszedni a hálót, mert belenőtt a fürt.
Ez 2 kiló fölött lesz természetesen, majd ha leszedem, akkor le fogom mérni. Egyébként több fűt is volt a tőkén, csak volt, amit már leszedtem. És itt mutatnék még egy dolgot, hogy a rövid csapon, tehát a második rügyből egy jóval kisebb fürt fejlődött, ami természetesen szép, meg érett, de akkor is igazi minőséget ez az ötödik rügy, amin ez a nagy fürt fejlődött, és így tovább. Ez is egy hosszú csapon, a másik leszön. Ez, ha jól tudom, a hetedik. És a végén 7, 8, 9, ez pedig a tizedik rügyből fejlődött. De ez itt a legnagyobb. Szép egészséges a lombozat. Védtem a perzselőn attól, mert ez déli oldal. Másodtermés is látható. Szép egészséges levelek. Tehát én javaslom mindenkinek ezt a fajtát. Kiváló. Nagyszerű, első osztályú, piacon magas áron értékesíthető fajta. Köszönöm a figyelmet. Folytatása következik.